A sorskérdéseink kapcsán összefoglalóan azt tudom elmondani, hogy a demográfia, az LMBTQ lobby, a magyar cigány együttélés, a gazdaságpolitika átalakítása, illetve a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételének a megakadályozása, a gyerekek oltásának az elkerülése, azok a pontok, amelyben egyedüli álláspontot képviseli a Mi Hazánk mozgalom, mind a balliberális tömbben, mind a Fidesszel szemben, és mi ahhoz kérjük az önök támogatását, hogy a jövő évi választásokon parlamenti frakcióval rendelkező pártként, remélhetőleg megkerülhetetlen erőként tudjunk ebben a közéleti harcban továbbra is részt venni, és ezeket az értékeket, amelyekről itt az elmúlt néhány percben beszéltem, ezeknek érvényt tudjunk szerezni a politikában, a parlamentben is. Családok jövője. Nekem is lenne egy kérdés, amit három gyerekes apukra. Hogy mi a Mi Hazánk terve a bérekkel kapcsolatban, adó mértékével, adókedvezményekkel? Az egy elvándorlásnak az egyik legnagyobb oka az rendkívül alacsony bér, nem csak a pedagógusokat, mert a rendvédelemben és honvédeknek is rendkívül alacsony, egészségügyi dolgozókról, ugye, akik most ki is maradtak az egészségügyi béremelésről, még alacsonyabb, és az, hogy nem dőlt össze az egész rendszer, akár az oktatásban, akár a szociális dolgozók esetében, ott az az ő elhivatottságuknak köszönhető csupán, és nem annak, hogy őket megbecsülnék. A mi elképzeléseink szerint épp, hogy a fiatal pedagógusokat kellene jobban segíteni. Az adókedvezmények kapcsán pedig szerintem minden, tehát abba az irányba kell elmozdulni, hogy egyrészt a jelenlegi kedvezményeket többen igénybe tudják venni, és ki tudják teljesíteni, mert vannak sokan, akiknek nem keresnek egész egyszerűen annyit, hogy az adókedvezményt igénybe tudják venni. Ez egy kulcskérdés, hogy itt tudunk-e olyan környezetet teremteni a fiataloknak, amivel kiszámítható jövőképük lesz, mert igazából ez az a fő kérdés, ami miatt ők elhagyják az országot, hogy itt nincsen kiszámítható, stabil jövőképük. És ez az, amiben egyébként szerintem hosszú távon Magyarországnak, hogyha sikerül azt a fajta patrióta gazdaságpolitikát megalkotni, amit mi elképzelünk, akkor itt meg tudjuk azt a bérszínvonalat is teremteni, és azt az életminőséget vidéken is, ami hazahozná ezeket a fiatalokat. Nagyon fontos a mi pártunk esetében, hogy az elnökünk egy gyakorló polgármester, és ő ásotthalmon nagyon sok olyan programpontot meg tud valósítani már, amit mutatja ilyen modellszerűen azt, hogy mi mit szeretnénk később országos szintre is kiterjeszteni. Az egész országban is ezt kellene megvalósítani, hogy lehetőséget adni a fiataloknak, és akkor nem mennének el, sőt, haza is jönnének külföldről, mint ahogy ez a példa is mutatja.